most már kell ezt csinálni velük, tudod, hogy kivenni, kicsit hagy tudjanak csapkodni, hagy erősödjön a mellizom. Naponta veszi ki a ketrecükből a réti héja fiókákat dr. Kis Csaba. A gyakorlott madármentő tudatosan igyekszik arra ösztönözni a héjákat, hogy használják a szárnyukat, így próbálja felkészíteni őket az önálló életre. A madarak néhány hete kerültek Nyíregyházára, egy árpaföld aratásakor találtak rájuk. A kombájn sofőrje az utolsó pillanatban vette észre, hogy egy nagy fészek van a gép útjában. Amikor kiszállt a járműből és közelebb lépett, négy pelyhes fiókát talált. Mivel attól tartottak, hogy róka vagy egyéb ragadozó elpusztítja a védett madarakat, szakembert kerestek. Dr. Kis Csaba hússal és vitaminokkal nevelte a héjákat, akik láthatóan jól fejlettek és egészségesek. A madárbarát doktor szerint nem okoz majd problémát a természetbe való visszaengedésük. Szerencsére ezek a madarak nem nagyon szoktak hozzá az emberhez, nyilván erre tudatosan törekedtünk a nevelése során, úgyhogy nagy problémába valószínűleg nem fog ütközni, mivel már ugye a röpképes kort elérték, ezért annyi feladatunk van még, hogy megfigyeljük, hogy megfelelően tudnak-e maguktól vadászni, hogyha minden rendben van, akkor néhány nap múlva mindannyiukat szabadon lehet engedni, és önállóan életképesek lesznek már a természetben. A barna réti héja védett ragadozó madár. Magyarországon viszonylag stabil a populációja, azonban az élőhelye folyamatosan csökken. Valószínűleg ennek köszönhető az is, hogy a megmentett fiókák anyukája nem egy biztonságos nádasban, hanem egy árpaföldre rakott fészket. A kifejlett madarak egyébként viszonylag nagyok, testmagasságuk meghaladhatja az 50 cm, és szárnyfesz távolságuk pedig akár 130 cm is lehet. Főleg kis emlősökkel, talajon élő és vízi madarakkal, hüllőkkel táplálkoznak.